Magyar Szabadságért díjat adományoztak Böjte Csaba atyának, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának. Az árvákat befogadó ferences rendi szerzetes több évtizedes példaértékű munkásságát 2015. június 27-én a Gödöllői Szent Háromság templomban megtartott díjátadó ünnepségen ismerték el. 30 év után végre tiszta víz kerülhet a pohárba Kerepesen és Kistarcsán. Befejeződött a két város ivóvízminőségjavító beruházása, ennek köszönhetően hamarosan megszűnhet a csecsemővízosztás a településeken. 2015. július 10 és 12-e között rendezték meg a 27. falu ünnepet Galgahévízen. A háromnapos rendezvényen a szervezők több helyszínen idén is számos, színes programmal várták az érdeklődőket, valamint a nemrég elkészült pihenőparkot is felavatták.